Nehéz meccsre készül a HÉP KRC, kupa címet véd a férfi röplabda csapat. A januári 3-0-es idegenbeli vereség után a visszavágón itthon szetveszteség nélkül legyőzte a Kaposvár együttesét a HÉP KRC, mely így bejutott a döntőbe, ahol a pénzügyőr ese lesz a mieink ellenfele. Dávid Zoltán vezetőedző szerint nehéz mérkőzés lesz, hiszen magyar bajnokságban még senki nem verte meg a pénzügyőr csapatát. Ami az ő javukra szolgál, az, hogy van 4 tapasztaltabb játékosa, akik által mindig hoznak egy stabil játékot, ugye mi meg hullámzunk, mint a hullámvasút ez a fiatal gárdával, de rólunk meg köztudott az, hogy mi meg a kélezett helyzeteket szeretjük. Tehát pénteken este 8 órakor a kecskemétieknek a Messzi István sportcsarnokban a helyük. Szurkoljunk együtt a HÉP KRC csapatának. A döntő előtt 5 órakor kerül sor a bronzmérkőzésre, ahol a Kazincbarcika és a Kaposvár játszik egymás ellen.